Érdekes. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntök ismét mindenkit a Subnautikában. Az utóbbi résznek a érdekes történéseit követve konzolparancsokkal tudtam sajnos csak visszajutni idáig. Hagyhattam volna nyilván, hogy meghalljak, de a pranruhámmal együtt nem tudtam teleportálni, úgyhogy kénytelen voltam létrehozni egy újat. Itt van. Minden tücsörög, és... Hát elgondolkodtam azon, hogy most hogyan tovább. A helyzet az, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket a játéknak a történetében szeretnék elérni, de még nem tudom azért, mert ez a tengeralattjáróhoz nem tud lemenni 500 méter mélyre, és a pranruha pedig nem tudom, hogy föl tud-e jönni 500 méter mélyről. És nem akarok kimenni egészen odáig egy ilyen 500 méteres zuhanó pontig, úgyhogy ne tudnék valahogyan visszajönni. Az pedig szerintem addig nem lehet, amíg ezt a bizonyos szigonykarnak a mintáját meg nem találom. Viszont összeállítottam magamnak egy listát azokból a dolgokból, amiket még mindig szeretnék itt a bázis körül csinálni. Az alsó szint az egész addig még mindig megépítetlen marad, amíg a akváriumokat nem tudok csinálni. Nem azt a kicsit, ami itt a szobámban van, hanem ilyen nagyokat, egész szobaméretűeket. Úgyhogy... A tervem a következő. Szeretném először is megépíteni a pranruhának ezt a fúrókarját, amit láthatunk itt ezen a poszteren. Ez jelentősen meg fogja növelni a hazahozott nyersanyagomnak a mennyiségét, ez megkönnyíti a dolgomat rendkívül. Aztán van még néhány készülék, amit nem építettünk meg itt a bázisban, amire igazán szükségünk lenne. Az egyik az a modifikációs állomás, amit most kaptunk meg az előző szkennelésekből, aztán a akkumulátor újra töltő. Erre is szükségünk lesz majd, amikor Kyklopszot hozunk létre. Szeretném még megépíteni a farmot, amit odakint akarok létrehozni, azt így ezekből. Mert akarok majd... Biztos, hogy lesznek majd növények, amiket itt takarmány szinten növesztenem kell, és nem akarok mindig kiúszni egészen odáig, amikor szükségem van rá, úgyhogy... Ezek közül a... Welcome aboard, Captain. Ezek közül a teendők közül az egyik az nagyon könnyen megoldható itt most ebben a pillanatban. Akkor itt megépítjük, most már tudom, hogy ez nem a interior, hanem az exterior modulok között van, igen. Na, csak rájöttem erre is. És akkor hát ebből így ránézésre szerintem 4 mindenképpen elfér, úgyhogy tegyünk le 4-et. 1. Nem kell ez olyan sokba, ugye? 2 titánium, szerintem az... Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stankroot. Nem tudom, ki az az ember. Feltételezem, hogy ennek a világnak a Bear Grylls-je, vagy valami hasonló. Így. Nem, ez teljesen egyenletes. De most már legalább van farmunk. Amiket növeszteni szeretnék benne szerintem, egyrészt mindenképpen akarom, hogy legyen egy gombának levő helyez, ugye elemekhez. Hű. Hát egy megmaradt. Fogalmam sem volt, hogy annyira veszélyes dolog ezeket a gombákat. Jó. Ez azt jelenti, hogy egyszerre szerintem csak egyet lehet. Vagy... Akkor talán nem is a gomba volt? De, a gomba is volt, oké. Okay. Hát te még mindig lövöldözöl rám, úgyhogy nem fogom tudni. Na mindegy. Szerencsére ez itt történt a farm közelébe, úgyhogy emiatt nem kell aggódni. Most még egyet megpróbálkozom itt ez. Oké, okay, ez fáj. De nem annyira. Szóval azért... Halálosan nem kérem, hogy fájjon. Mindegy. És az egyiket teleültetjük ezekkel. Így. Oké. Okay. Ez itt a gomba állomány. Ez nyilván elemekhez kellhet majd. Akkor... Összeírtam magamnak itt egy listát. Ja, még, ha már is benne vagyok ebbe, akkor hazahozok néhány magot azokból. Miután vettem egy kis levegőt.
Oké, elmegyünk odáig és felszedünk azokból. És ha még itt vagyunk, akkor összeszedek néhány Reginaldet is, hogy működtessem tovább a bioreaktoromat. Oké, magok. Ott látok néhány magot. És ha már így ugye növényeket ültetünk, akkor érdemes megjegyeznem azt, hogy táplálék és ital szempontjából még fontos lenne ugyanezt megcsinálni szárazföldi növényekkel. De ezt majd mind idővel van, van egy tervem van. Ez mennyi ez? Oké, jó lesz. Szóval amit tervezek az az, hogy most már elmondom akkor, tehát hogy a modifikációs állomás az kell, kell az akkumulátor újra töltő, ezeknek ugye mind vannak darabjai, computer chipek, drótozó készletek kellenek majd hozzá, az ezüstöt jelent, meg aranyot jelent, meg koralt jelent, meg rezet jelent. A dolgok nagy része megvan nekem, ami nincs, ezt majd begyűjtöm. De miután az a kettő megvan, utána még... Ugye még mondtam, hogy a fúrókart meg kell építsem, azt megépítem mielőtt elmegyünk innen. Ez egyébként az a hely, ahol a szárazföldi növényeket majd szeretnék ültetni, takarmány növényeket. És még mielőtt ennek a résznek vége, szeretnék megépíteni egy kyklopszot. Szeretném, ha az meg lenne. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eltér benne. Oké. Utolsóból pedig csinálunk egy szilikont, vagy egy sikosítót, nem tudom, ugye kitaláljuk. Na, azt hiszem az ipari részleg az erre van. Igen. Na. Szándékosan hagyom, hogy ez most megtelve maradjon, nem szedem ki azért, mert energia problémákkal küzdök mostanában. A valóságban is egyébként, de gondolok én most itt a játékon belül. A bioreaktor az kezd most már nagyon nem elég lenni ennek a bázisnak a árammal való ellátásához. Úgyhogy... Hüha! Hallottam már innen a szivárgást. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Ez még régebbről lehet. Na és még jó, hogy hoztam haza halakat, mert kezdett kifogyni. Na. Tehát, akkor lássunk neki, és ha nézzük meg, hogy akkor pontosan mire van szükségem. És hogy mi van meg ebből. Az ilyen nagy bázisnak tényleg kicsit a hátulütője az, hogy hosszan kell sétálni egyik részéről a másikra. De hát ez az otthonom. A játékban az építkezés az egyik érdekes rész. Szóval. Fúrókarhoz kell 5 titánium, 1 litium és 4 gyémánt. Ezt itt leírtam magamnak. Fogok ebből 1, 2, 3, 4, 5-öt. Közben ezt a sikosítót, ezt úgy tudom, hogy ide, igen, ezt elteszem. Ide már van belőle 3, hát ha. Akkor szükségem van még egy darab litiumra, azok itt vannak. Aztán kell még 4 gyémánt. Na ez nem biztos, hogy lesz. Át kell néznem a szekrényeimet. Ez üres. Na ez is van. Ebben nincsen semmi. Itt volt. Nincs. Oké, tehát úgy néz ki, hogy gyémántjaim abszolút elfogytak. Tehát ezt majd meg kell jegyeznem, hogy gyémántokat kell hozzak haza. Aztán 2 darab titánium, 2 rubint és egy haladó drótozó készlet kell a akkumulátor újratöltőhöz, aztán még egy computer chip, egy gyémánt és ólom. Most megint végignéztem ezeket és úgy láttam, hogy ólmom nincsen. Jó. Most ezeket persze közben visszateszem, mert hogyha egyik anyag nincs meg hozzá, akkor fölösleges. Computer chipet azt szerintem tudok csinálni legalább egyet. Úgyhogy ezt meg is csináljuk. Az kell 2 darab koral. 1-2. Kell egy részdrót, amihez kell 2 darab rész. Totálom én a rezet? Itt van 2, ez tökéletes, 1-2. Aztán még egy arany kell hozzá talán? Igen, aranyom az itt van. Jó. És akkor ebből már van egy
computer chipünk. Computer chipekben egyébként lehet, hogy érdemes játékon kívül legyártanom egy készletet, csak hogy legyen. Van itt valahol egy üres szekrény, nem? Igen. Ez itt jó lesz elektronikai cuccok tárolására. Na. Akkor. Most a másikat azt sajnos nem tudom fejből, úgyhogy meg kell nézzem. Ez kell egy rotozó készlet. Ó, még szép akkor, tehát kell bőven computer chip még. Hát akkor szerintem csináljuk azt. Legyártok itt néhány computer chipet, csak úgy annyit, amennyit bírok. Ez egy chip, két chip, három chip. Van elég koralom hozzá. Egy, kettő, három, pont elég koralom van hozzá. És akkor kell három darab arany. Ups. Igen. Szerintem, hogy távolról próbálom kinyitni a szekrényt, akkor előfordul egy ilyen. Egy, kettő, három, oké. Okay. Ebből lesz három darab computer chipünk. Egy drót, kettő drót, három drót, és akkor egy chip, kettő chip, és három chip. Egy. Szuper. És hol tart? Itt tár, nem. Igen, itt tároltam, ez nem. Ajtóhoz közel, ezt tároltam, oké? Okay. Egy-két. Akkor van összesen 4 darab computer chipünk, ez jó, hogy van. Na, de akkor a drótozó készlethez még egyszer szükség volt még computer chipekre, ez ugye ezüstöt igényel, aranyat. Tehát akkor most a következő fog történni. Én szerintem teszek egy kis kiruccanást, nem a pranaruhával, hanem a mollyal, és elmegyek arra a szigetre, amit még először felfedeztünk, hogy hazahozzak egyrészt növényeket, amiket el tudok ültetni, másrészt pedig megpróbálok útközben még érceket is gyűjteni. Nyilván annyit, amennyi itt a készletemben elfér. És kezdek közben éhezni, hogy azt is megoldom előre, ezt mind megoldom kamerán kívül. Majd vissza, azért, hogy itt a szigeten való létemet azt nem szeretném kamerán kívül hagyni, de egyébként ércgyűjtögetés lesz, semmi kifejezetten érdekes, úgyhogy nem sokára visszatérek. Ja. Mindjárt találkozunk. Itt vagyunk a szigeten. Kezdek kicsit éhes lenni, meg minden, de feltételezzem, hogy ez egy olyan gond, ami hamar megoldódik. Szóval, amit szeretnék innen hazahozni, két növény típusról tudom biztosan, hogy szeretném elhozni majd, amik nagyon jó táplálékot fognak majd nyújtani nekünk. Hol vagy? Ilyeneket meg talán dísznek. Annyi talán fölösleges. Ja, négy az jó lesz. Meg kell keresnem majd azokat. Igen, ne aggódj, mert rajta vagyok. Ez egy gyomrom hangja volt? Remélem. De érdekes még egyébként, hogy ezek nem madárhangok? Ez nem, te tudom, hogy nem madár vagy, de most először szeretném ezt is használni. Még ezt még soha nem használtam. Ez az, amit ugye abban az időkapszulában találtam meg. Na, nem? Menekül? Azaz, menekül csak. Szóval nézzünk körbe. Hol vannak a bázisok egyébként? Annak a közelébe találom őket szerintem. Két hegy között van. Szerintem igen, erre. Oké. Megtalálnám azt a farmat, az lenne igazán jó. Ugye volt itt valahol egy kis növényültető zónájuk. Meg megint dísznek szerintem ebből a Mingből hazahozok egyet. Meg ebből. Oké. Meg ebből. És itt a bázis. Okay. Ennek a közelébe kéne legyen, szerintem, az amit keresek. Aha, igen. És ha már itt vagyok, akkor
meg is eszem ezeket. Vital signs stabilizing. Ez ugye egyszerre táplál és hidratál is. Ami tökéletes. Aztán, ó igen, ez kellett nekem. Ez a kicsi dinnye 11 és 7 kaja is, és itt ez egyedülállóan jó. Szeretném ez az a magjait hazahozni. Oké, és akkor ezeket majd leültetjük. Ebből azt hiszem így nem lehet. Igen, ebből a gyümölcsöket kell hazahozni, úgyhogy viszek egyet szerintem, egy fa ebből elég lesz. És akkor ami helyünk marad, még a kínai krumpli ízéből is hozok haza. Vagy lehet, hogy ezt is így kell. Oké. Okay. Ez ugye inkább kaja, mint valami víz cucc. Jó, úgyhogy ez így nagyjából jó is lesz. Megint itt állítom a felvételt, és akkor a következő rész, illetve amikor folytatjuk, akkor majd megint ott leszünk a bázisunkon, és elültetjük ezeket ott abban a kis beltéri termelő cuccunkba. Ja. Ugorjunk egyet? Ja, ugorjunk egyet. Ha. Na. Jó, tehát akkor most meg vissza a molyhoz, ami ott van. Na, és akkor találkozunk nem sokára. És itt is vagyunk. Szóval az üvegház. És amit én üvegháznak neveztem el, az azt hiszem errefele van, igen. Na, szóval, először is beültetjük ide ezt. Így. Aztán beültetjük ide ezt. És a dinnyéket. És szerintem ennyi így elég is. Akkor. Aztán haza még egy kis titániumot. Nem azt szeretném az ötös helyre, hanem ezt, így. És még az jutott eszembe közben, hogy... Igen, ebből tudok csinálni hármat. Ez megint ez csak egy kis esztétikai cucc, de én szeretem, úgyhogy... Így, hát, hogy hozok még titániumot, nem jó. Ez túl magasan van. Ne szóljatok be, ez muszáj, tökéletes legyen így, jó lesz. Nem tökéletes, de jó lesz. Akkor beültetünk ide egyet, beültetünk ide még egyet, így, és akkor itt ebbe a négybe pedig beültetünk egy-egy ilyet. Tehát ide bemegy mondjuk ez, ide ebbe megy mondjuk ez, ide ebbe ültetjük mondjuk ezt, ebbe pedig ezt. Na, és akkor még gyorsan... annyira nem érdekes. Szerintem ezeket a maradékot egyszerűen kidobom. Majd még, hogyha úgy nagyon akarok, akkor ültethetek még oda cuccokat. Nagyon érdekel engem a dolog. Elfelejtettem, hogy a konyha hol van. Erre van, oké. A hálószoba, és akkor ennek a túloldal. Azért a konyha már ott van, a szemetes. Így. Oké. Na. Tehát akkor most az ültetéssel meg vagyunk. Most még egyszer kimegyek ezúttal a pranba, mert gyűjtenem kell nyersanyagokat. Azt nem tudom még, hogy le tudok-e menni például ezzel a prannal abba a barlangba, ahol találtam azt a sok cuccot, de majd kiderül. Ezt megint szerintem megoldom úgy, hogy... megoldom ezt úgy, hogy felvételen kívül, csak mert megint annyira kifejezetten nem érdekes. Elmegyek és gyűjtögetek anyagokat, titániumot, lítiumot, olmot, ilyesmit. És ha lesz belőle majd nekem elég, akkor visszatérek, és akkor folytatjuk az építkezést. Itt vagyok lent, a barlangban. Gyűjtögettem magamnak egy kis anyagot. És amikor itt voltam, találtam ezt a PDA-t. Ami eddig még... Szerintem ez... Igen, hát nyilván nem találtuk még meg, de akkor... Hallgassuk meg ezt is.
These conniving corporate bourgeois, inbred, incompetent, self-absorbed jerks don't have a damn clue. The kid's not so bad. He's even useful. But I swear, everything that comes out of his father's idiot face is a narcissistic lie. He wants to stay in this cave? His problem. I'm the one doing the heavy lifting. When sea monsters are hunting you, you don't hide. You hunt the sea monsters. Then you build a bigger boat out of sea monster bones and you hunt bigger monsters. Keep going until there aren't any monsters left to hunt you. I'm going deeper. I'm gonna find what shot us down and I'm gonna tear its damn heart out. I started the prep work. The kids taught me how to make enameled glass. I've started stockpiling metal ores to build myself a sea moth. I'll raid the indoor grow beds before I leave. Ez alapján úgy hangzik, hogy egyedül ment el innen. Érdekes. Na mindegy. Így a folytatásképpen még mindig, amíg ide lent vagyok, addig gyűjtögetek még annyi, többnyire gyémántot, amennyit csak tudok. Elsősorban szedtem a gyémánt, az minden hiányzik, aztán a visszafele utamon megpróbálok felszedni olmot, meg ami még kell onnan, ezüst és a társai, és aztán találkozunk majd újra a bázison. Nézzük, hogy a elém helyezett kihívásoknak, a feladatoknak mennyi részét tudom teljesíteni még mielőtt befejezzük ezt a részt. Van most nálam, igen, fémet tudok csinálni, ezt megcsináljuk. Jó. Nincs. A folyadék probléma megoldva, akkor a titániumot itt elraktározzuk, erre majd hamarosan eléggé szükségünk lesz, és a rezet is elraktározzuk. Így. Na, tehát. Akkor megint nézem itt a listámat, kell ahhoz, amit össze akarunk rakni most a két dolog, kell... Na, Rubintal leszünk most bajba. Mert abból én szerintem már csak egy van. Átnézem gyorsan a szekrényeimet, de majdnem biztos vagyok benne, hogy több nem lesz. Oké. Hát akkor a akkumulátor töltőadnak még várnia kell. A többi viszont megoldható, tehát az egyszer 5 darab. Titánium, az 5, aztán még egy darab titánium, egy computer chip, aztán kell egy darab litium, 4 darab gyémánt, és még egy darab gyémánt, és egy ólom. Így. És most elvileg meg tudunk csinálni minden, nem, a drótozó készlethez még kell 2 ezüst, ugye? Igen. Hol vannak az ezüstjeim? Van egy. De csak egy ezüstöm legyen. Csak egy ezüstöm van, ugye? Nem, oké, jó. Na. Szóval. Kell egy ilyen. Aztán kell egy ilyen. Így. Aztán. Többi szerintem mind megvan. Tehát akkor ide megépítjük a modifikációs állomást végre. Erre már nagyon szükségünk volt. Hogy aztán... Miért van 2? Miért nem csináltam meg a... érdekes. Nem tudom, hogy lett hirtelen még 2 drótozó készletem. Valamit így automatikusan elkezdtem csinálni. Viszont kell még a fúrókar, amit most jut eszembe, szerintem addig nem tudok megcsinálni, amíg... Igen,
az bizony egy... szintén egy modifikációs állomás, de nem ez, hanem a másik. Úgyhogy ennek még úgyis várnia kell. Egy termópengét elkészítünk, mert ne. Aztán... ó, hát ezt még mindenképpen ultramagas kapacitású tankot még tovább tudjunk víz alatt levegőt venni. 1, 2, 3, 4. Ezt le kell vegyem először azt, ami rajtam van. Így. És az új levegő kapacitásom megy föl. 150, 180, 225 másodpercnyi oxigén. Te jó ég. Aztán. Megcsináljuk ezt is szerintem. Ugye az egyik az az, ez a polianalin, azt még nem tudjuk megcsinálni, ezt viszont igen, ezt még megcsináljuk. Még gyorsabban tudja húzni, szilikonom az itt van. Nem emlékszem mennyi kellett, de elhozok egy párat. Leveszem azt, ami rajtam van. Kettő kellett, többit meg visszaveszünk. Egy. Most már sokkal gyorsabban úszok. És sokkal menőbb vagyok általában. Oké. Okay. Szóval. Tehát elvégeztünk az elénk kitűzött célok közül néhányat. Néhány azonban még mindig befejezetlen maradt. Konkrétan ez még ugye az, hogy meg kell csinálnunk azt a fúrókart, ami azt jelenti, hogy megint felfedeznem kell, meg kell keresnem valahol annak a Moonpoolon belüli fejlesztő konzolnak a tervrajzát. Az nem tudom, hogy hol van, de az még kell. Aztán kell még rubintot gyűjtenem, hogy meg tudjuk csinálni a akkumulátortöltőt, és végül nagy cél megépíteni a Kyklopsot. Őszintén ez talán még a könnyebbik az eddigiek közül. És szerintem a következő részben azt is fogjuk megcsinálni, mert a Kyklops az majd segíteni fogja a felfedezésünket, előrébb fog minket majd vinni, de ennek a résznek most itt ezennel véget vetek, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem élveztétek a részt, és hát viszlát a következőben.